Ma Magyarországon az értelmi sérült emberek körében 90%-os a munkanélküliség. 10 fiatalból 9 nem talál munkát. Pedig ők is akarnak és képesek is dolgozni, ugyanolyan munkahelyeken, ugyanolyan jól, mint bárki más. Ehhez mindössze az szükséges, hogy megismerjék lehetőségeiket, szerezzenek valódi munkatapasztalatot, megtanulhassák, mit jelent dolgozni. És a háti zsákod. Vigyázz magadra. Jó. Tessék. Szervusz, drágám. A Szalva Vita Alapítvány által kidolgozott iskolarendszeren kívüli képzés az inaktív értelmi sérült álláskeresőket készíti fel a munkavállalásra. A felkészülni rajt cél a munka program 36 órás elméleti foglalkozásból és 76 órás munkahelyi gyakorlatból áll, mely alkalmazkodik az egyéni képességekhez és szükségletekhez. Először is megnézed, hogy a dobozban milyen ruha van. Igen. Ha kiveszed belőle, akkor kicsomagolod a ruhát, egy zacskóba lesz benne és válfára lesz felakasztva. A munkahelyi gyakorlatra 2-3 fős munkacsoportban kísérővel együtt járnak a fiatalok dolgozni. Egy-egy munkahelyen több hetet töltenek, ahol egyszerű betanított munkakörökben bérezés nélkül dolgoznak, munkatapasztalatot gyűjtenek. A képzés során legalább 3 munkahelyet ismernek meg. Ki kell venni innen a dobozból egy darabot, úgy, és akkor megfogod, fogsz egy válfát is, és akkor belerakod. Nagyon jó érzés a munkáltatói oldalról azt látni, hogy ezek a fiatalok örülnek annak, hogy dolgoznak. A kollektíva, a belső kollektíva nagyon jól fogadja, nagyon örül nekik, és egy picit meg is változtatja a csapat hangulatot és a csapat összetartást, amikor egy ilyen kollega érkezik, egy ilyen munkatárs érkezik közéjük. A vásárlók is egyébként azt kell mondanom, hogy könnyebben fogadják el őket, mint ahogy én azt eredetileg gondoltam. A mai feladatom az lenne, hogy az osztályokon le kellene igazítani. Uh-huh. Tehát ami azt jelenti, hogy ha egy adott terméket nem a helyén találtuk, akkor meg kell keresni a helyét. Ugye mindig rajta van a címke. A cédulán, persze. A cédulán, igen. És méret szerint sorba rakjátok őket. Anyának az egyik kolléganőjétől kaptam, mert nekik is van ilyen tengeri malac, és nagyon szerettem volna én is egyet. Amikor mi hallottunk erről a programról, akkor hát borzasztóan megörültünk. A tájékoztatón bemutatták az előző filmet, ami borzasztóan érdekes volt, sőt, még azt hiszem, hogy volt lehetőségünk megismerni egy fiatalembert, aki előző csoportban, de sikeresen munkába állt, hát ez azt hiszem, hogy pozitív dologként hatott ránk. Azt kérték, hogy a ruhákat méret meg szín szerint rakjuk sorrendbe, a raktárban ott beárazni is kell, de az nem a mi dolgunk volt, csak hogy kiválogatni. Üzletileg is kifizetődő, mert ezek a kollégák, ezek a fiatalok rendkívül lelkesen, rendkívül pontosan és rendkívül lelkiismeretesen végzik a munkájukat. Ez haszon, ez előny. Nem hiányoznak, nem késnek, nagyon-nagyon jól és nagyon-nagyon nemesen állnak a munkához. Tessék! Országos hibajnokság 2004-es. Én szereztem
van egy ilyen tanárnőm, aki ilyen sétáborokat szervez. Franciaországban is voltam, Super Divolin. Meg biciklin is voltam. A ujját szépen fölhajtjuk, hogy azért nagyon ne legyen gyűrű, hogy könnyebb a kalandereseknek kivasalni, jó? És a zseb az mindig belül legyen, jó? Ez a kórháznak a mosodája. A közösség itt az osztályokról lekerülő szennyes textíliával foglalkozik egészen addig a fázisig, amíg ugye tisztán vissza nem kerül az osztályokra. Ruhákat válogatnak, tehát a szárítóból kijövő ruhákat, amiket kalanderhez, vasalóhoz elő kell készíteni textilfélességenként. Ezt a kocsit is ők hajtogatták össze, amit van mellettünk. Tudjuk itt a két sarkát, de közben nézzük, hogy nem egy koszos. Ami koszos, azt kidobjuk belőle, azt nem lehet. Vannak bizonyos olyan munkafázisok, amit ugyanolyan szépen, sőt még szebben elvégeznek, mint a mi embereink. És akkor a dunyát ugyanúgy. A gyerekekkel mi nagyon jól megvagyunk, szeretjük őket, és hát nagyon ügyesek. A munkájukat nagyon elvégzik, amiket rájuk bízunk. Hát én se csinálom jobban. Egyáltalán nem voltak félelmet, sőt, hát örültünk nekik, hogy ezekkel a gyerekekkel kontaktust tudunk teremteni, hogy azért látjuk a gyerekek fejlődését, amikor ide jönnek. Ő nagyon szereti ezeket a központi műtőseket bekészíteni, a kabátot, az inget. Amitől én egy kicsit így tartottam, hogy vajon milyen lesz majd az itteni munkatársakkal kapcsolatot teremteni, illetve közvetíteni a fiatalok és az itteni munkatársak között. De aztán az első alkalommal ez így nagyon természetes módon jól alakult. Hol voltatok a rend? Mosodában. És hogy éreztétek ott magatokat? Jó volt. Jó volt? Nem volt fárasztó, nem volt kiterítő? A képzés elméleti részében a fiatalok megtanulják a munkavállaláshoz szükséges alapvető ismereteket. Elsajátítják a kommunikációs és viselkedési normákat, megismerik az álláskeresési technikákat. Ezeken a csoportos foglalkozásokon lehetőségük nyílik arra is, hogy feldolgozzák a gyakorlat során szerzett tapasztalatokat, élményeket. Fárasztónak fárasztó volt az a munka? Hát most az utolsó nap az, igen. Itt megdolgoztattak. Olyan volt, hogy a ruhák így szorosan voltak. Az elmenetel és a hazajövetel az nekünk abszolút semmi gondot nem jelent, úgy önállóan tud közlekedni. A munkahely eddig, ahol volt a Tesco-ba és a postánál, nagyon tetszik neki. Most már beállítja magának a Beckert, elkészíti önállóan, mindig reggelivel megy el, tehát reggeli nélkül nem indulhat. Még esetleg a 10 óraiba besegítek, de nézi az órát, mikor kell elindulnia, hogy kényelmesen odaérjen, tehát teljesen önállóan indul el reggel is otthonról. Könnyű munkát találni? Nem. Nem. Tehát mert azok a szabályok, amik szerint nekem dolgozni kell. Hogy ne kuszoljuk össze az utcai ruhánkat. Ez elég drága lenne, ugye úgy dolgozunk valahol, ha minden nap össze koszolnánk, széthasítanánk a saját pólónkat, a saját utcai ruhánkat. Mikor mehetek el a munkahelyemről? Munka után. Akkor lejárt a munkaidő. Aha. Általában milyen hosszúak a munkaidők? Erről is beszéltünk sokat. A posta reklámanyagraktárában vagyunk, a Szalvédita Alapítvány fiataljaival körülbelül 5 éve dolgozunk együtt. Szerencsére vannak olyan munkafolyamatok nálunk, amiben nagyon szépen be tudnak kapcsolódni. Ilyen az etikettragasztás, az anyagszámolás, amikor szállásanyagot, reklámanyagot kell megszámolni. Ilyenek a borítékzárás, akár a csomagolás. A kollégáim nagyon szépen elfogadták őket. Nagyon jól tudnak együtt dolgozni. Sokszor önállóak a fiatalok, tehát hogyha elfogy
a munka, elfogy az anyag, akkor igenis szólnak, fölveszik a kapcsolatot a mi embereinkkel, és kérnek munkát, tehát nem ülnek ott tétlenül. A kísérőnek elmondjuk, hogy mi a feladat, és ő, az ő megítélése szerint adja ki nekik a munkát. Hát ugyanúgy bekapcsolódom a munkába. Valamint ők majd későbbiekben, hogyha kikerülnek ebből a programból, akkor hozzám és az egyik másik kollégámhoz fognak kerülni, mint már lehető ügyfelek. És akkor gyakorlatilag így már tudom a gyakorlatok során, meg tudom őket figyelni, hogy mi az, ami nekik való, mi az, amit jobban szeretnek, mi az, amire jobbak a képességeik is. És akkor ezekkel így már könnyebben tudunk együtt dolgozni, majd amikor munkát keresünk. Hát szeretnénk, hogyha folytatódna ez a program, ugyanis látszik a teljesítményen, hogy sokkal több munkát tudunk elvégezni, hogyha ők jönnek és segítenek nekünk. Mi azon vagyunk, hogy az oxigénhiányos gyerekünk minél előbb munkába álljon, és ha mi már nem leszünk, akkor egy önálló életet tudjon élni. Az a legnagyobb gondunk, hogy nincs önbizalmunk. Tudom róla, hogy nagyon sokat segített a munkahelyemen, megbízható, terhelhető, pontos, precíz a munkája, tehát én ezt tudom. És hogyha neki sikerül valami olyan helyet találni, amiben megtalálja önmagát, akkor én azt hiszem, hogy csodákra képes. A Felkészülni rajt cél a munkaprogram a gyakorlati elemekre koncentrál, így közvetlen módon a megszerzett ismeretekre alapozva segíti az értelmi sérült emberek munkára felkészülését. Egyúttal segíti a munkáltatókat, hogy megismerhessék a sérült emberek képességeit, tapasztalatot gyűjthessenek munkavégzésükről, így elősegíthessék társadalmi beilleszkedésük folyamatát.